Mindenkinek. Itt ebben a helységnév táblában látható volt, Magyarországon járok, ismét. Nagyon rossz nevű helységbe. Kicsit lassítok, mert 50-nél gyorsabban haladt a szekér. És megyek Jászberény felé, vagyis hát Jászberénybe fogok menni. Úgyhogy most ez egy ilyen kis rövid kis magyar fuvar lesz ismét. Mi van ma? 29-e van. Május 29-e, péntek. Előző fuvarban nem történt semmi érdemleges. Mondjuk most sem, csak hát most annyi a fuvar különlegessége, hogy ismét Magyarországon járok. Igen, ez az út minőségéből is érezhető. Nem mintha Szlovákiában jobb minőségű utak lettek volna. Vagyis hát vannak olyan helyek, ahol jobb minőségű az út, de hát ott is vannak olyan helyek, ahol meg gyalázatos. Tényleg majd kiestem a kamionból. Meg azt mondja, hogy útépítés lenne valahol. De hát nem látok én itt semmit, hogy bármit is csinálnának itt az úttal. Szóval hazai tájakon mászkálok. Na majd jelentkezem. Érkezünk Pusztamonostor nevű helyre. Itt régen egyik-másik háznak az udvarán ilyen kirakodó vásárt láttam. De jó bicikli, virág, meg ott, bal oldalon ott is. Egyik-másik ház udvarán ilyen kirakodó vásárszerű dolgot lehetett látni. Egy nyerges furgon. Na, itt is egy bicikli virágos ládának megcsinálva. Jó pofa. Na, itt van Ni, tessék. Akkor jól emlékeztem én, itt van mindenféle postaláda, mi az rotációs kapa, meg mi volt az? Na, bogrács, bogrács állvány, meg mindenféle herkentyű volt ott bent az udvaron. Ha valaki erre jár és ilyesmit akar vásárolni, akkor gólya gilice ott van fönt a fészekbe, és ha jól látom, kis gólyák is voltak. Mintha ott kis gólya is lett volna. Itt a másik gólyafészek, ott is ott van a gólya. Óriási. Pünkösdi Rózsa volt itt a jobb oldalon. Mindjárt Pünkösd van. Meg Pipacs. Na, nem sokára Jászberénybe érkezünk.
bizony érkezünk a Zagyva folyón át Jászberénybe. Aki esetleg még nem járt erre, ő neki érdekes lehet talán, habár nem tudom, hogy mi érdekesség lehet egy ilyen jászsági városba. Nagy kerékpáros forgalom, igen, vigyázzunk, mert komoly kerékpáros forgalom van, hát most éppen nem látni bringásokat, viszont itt is van gólya. Tessék, gólya fészek, benne gólya, valószínűleg már kikeltek a kis gólyák. Legalábbis láttam egy képet valahol az interneten, hogy már a kis gólyák ott kikeltek a gólyafészekbe. Talán Kányási Józsi barátom, mintha ő tette volna föl, hogy ő náluk ott pocsajba ott van a gólyafészek, és lehet, hogy a drónnal, mert van neki egy kiváló drónja, elképzelhető, hogy drónnal felszállt és megnézte föntről a gólyafészket. Gondolom kellő távolságból. Ha valaki erre jön, navigáció az itt akar elvinni balra mindenképpen, de hát itt van egy 5 tonnás tiltó tábla, úgyhogy azt nem árt figyelembe venni. És ezért inkább itt tovább kell menni a városközpont felé. Megyek a Jászplasztikhoz. Mondjuk itt több telephelye is van a Jászplasztiknak, de ahova nekem kell menni, az arra a városból balra kifelé. Na, gyertek gyerekek, ott jön egy gyalogos, őt úgy is át kéne engednem. Gyere, nézzél már ide! Na, nagy gázzal, azaz, ügyes. Milyen rendes vagyok. Na. Nagyon szépen virágzik itt rózsa, ne felejts, mindenféle. Na szóval itt a lakóházak között át akart volna vinni engem a navigáció. De itt a 31-es úton Heves felé kell nekem menni. Úgyhogy így inkább, vagyis hát nem inkább, hanem ott ugye tiltás van. És be kell jönni itt a városközpontba, és itt elfordulni balra. És ez a szabályos itt a teherautók számára. Milyen jól néz ki itt szembe ez az épület. K&H Bank. Jó, nem ketyegek. És nézd meg, itt azért az emberek hordják a maszkot rendesen. Hát nem mindenki. Azért nem mindenki, de a jelentős részük igen. Na, lámpa vált. Nézd meg, nem vált a lámpa. Mindjárt kikapcsolom a kamerát, abban a pillanatban váltani fog, figyeld meg. Így van, oda nyúlok, hogy kikapcsolom, és tessék, már is zöldül a lámpa. Na most ketyegek. Jelzem a balra kanyarodási szándékomat. És végre is hajtom a balra kanyarodást. Na itt már a söröző már nyitva van, kint ülnek a kerthelyiségbe. És itt lehetett volna kijönni, hogyha ott az 5 tonnás tiltás
ellenére az ember, hát mondjuk személyautóval be tud menni, azzal nincs probléma, de kamionnal azért annyira nem kéne. Úgyhogy ennyi, hogy itt ezt a kis sarkot levágja az út. Ez az út is megérett egy komolyabb felújításra. Ez a körforgalom is milyen szépen meg van csinálva. Mérni, és hát ha az ember megereszti, akkor azért ottan itt a rendőrség bal oldalon, itt akkor lehet fizetni. Régen itt volt laktanya, meg a laktanya épület szerintem most is megvan, de itt valami harckocsizó brigád volt, és ez a vasúti sín, ez oda tartozott, itt tudták vasútra, vonatra rakni a harckocsikat, meg gondolom egyéb járműveket is. De ez már nagyon meg volt rozsdásodva, ott a, ahol nem járnak rajta keresztül az autók, úgyhogy szerintem itt nem nagyon járt vonat az elmúlt években. De még azért megvan a vasúti átjáró. Úgy látszik, hogy még a nagybetűs élet itt se nagyon indult meg. Még azért a kijárási korlátozás az valószínűleg még érezteti hatását, mert a Coca-Cola-s napernyő alatt is össze voltak borogatva a székek egymásra. Kerékpáros, de megvárja, még elmegyek, bocsánat, most már elég komolyat kellett volna fékezni, hogy átengedjem, úgyhogy inkább megvártam. Itt jó, megcsinálták bal oldalon ezt a busz megállószerű valamit, mert régen itt csak egy patka volt, megállni tilos táblával, és hát én voltam olyan botor, hogy amikor még vásárolni kellett az útdíjat, matrica volt még a teherautóknak is, akkor én voltam olyan botor, hogy elmondom, félreállok én oda, megállni tilos tábla ugyan ott volt, de mondom, félreteszem én oda a patkára, mert a benzinkút az tele volt autókkal, nem tudtam volna befordulni a kamionnal. Hát mire megvettem a matricát, már rendőrök ott álltak és írták szépen a csekket, adatokat, egyebet, úgyhogy már végeztem a matrica vásárlással, kimentem, úgyhogy kedélyesen elbeszélgettük.
kifizettem a kifizetnivalót, ja nem, csekket adtak, bocsánat, azt a postán lett feladva, 5000 forintomba került, hogy megálltam matricát venni. Mondjuk biztos olcsóbb volt, mint hogyha útdíj használat nélkül közlekedek, mert azt meg szerintem olyan 70 000-rel mérték akkoriba. Mostanában nem tudom, hogy hogy van, úgyhogy így jártam. De látom, hogy nem tudom, ezt a helyi önkormányzat, vagy ki intézte, de ott most az a félreálló öböl, az kifejezetten teherautónak van. Ott egy teherautó parkoló tábla volt kirakva, ahogy így visszanéztem. És hát most már ugyan nem kell matrica, de teherautó parkolási lehetőséget megoldották, úgyhogy nagyszerű. Na, irány. Marasa-pusztai határ átkelő. Innen már nincs túl messze. Megérkeztem a magyar-szlovák határra. És átléptem Szlovákiába. Magyar oldal az Marasa-puszta, szlovák oldal pedig Ipolyság. Sahi, szlovák nevén Sahi, lánykori nevén Ipolyság. És szépen csepereg az eső. És haladok Nyitra irányába. Itt is van gólya, és ott vannak a kis gólyák a fészekben, vagy lehet, hogy az a éppen tojásokon ülő gólyának a feje volt? Nem tudom, itt a másik gólyafészek, tessék, ott strázsál benne a gólya. Gyerk, az a helység neve, ahol most járunk éppen. A szlovák nevét nem tudom. Én csak azt néztem meg, hogy a magyar neve micsoda. De majd mindjárt kiderül, mert itt szerintem mindjárt lesz helységnévtábla, hogy vége. Hűha. Szóval Kovce. Na, kollega siet. Megy előzni, hadd menjen. Ja. Kálna városába járunk, és itt tőlünk jobbra lesz látható, ez egy szép kis épület, valami városháza-szerű, itt meg ez a tér nagyon szépen meg van csinálva, szépen gondozva a virágok, meg minden, ez meg egy deszkabár, deszkabár Esztobár. Már itt sem viseli mindenki a maszkot. Mondjuk itt is az üzletekben, meg ilyen nyilvános helyeken ott kötelező. De utcán már nem hordja mindenki. Kell nekem balra fordulni. Jobbról jönnek. Egy autó, utána van egy kis szünet, úgyhogy most ezt a szünetet kihasználva.
dinnye. Így de szép piros ez a dinnye. Na, ez nagyon jól nézett ki. Már indul a dinnye szezon? Hát várjál. Június. Június eleje lesz mindjárt, de május vége van, és már van dinnye. Hát lehet, hogy az valahonnan délről származik. Ki tudja. Jön a vonat. Na mindjárt. Akit esetleg érdekel, meglátjuk, hogy milyen itt a vonat. Kettő darab kocsiból állt. Nem vitték túlzásba, és hát ez egy nagyon szuper vasúti átjáró. Épp, hogy elment a vonat, már nyílik is a sorompó. Nem kell még utána hosszú percekig várni. Szlovákok belefogtak itt nagy erőkkel a út felújításba. Itt több szakaszon, több kilométer hosszan fölmarták a régi aszfaltot, és most húzzák rá az újat. És ez így teljesen jó. Közelítek Nyitrához. Nem sokára ott leszek, még ezt a kis települést megnézzük, ez a Lelki Lapás. Hogy mi a magyar neve, azt nem tudom. Kisebb falu, falusi házakkal. Ez. Én kollégám szemből nem. Itt a kebabos már működik, úgy látom. Központban egy boszorkány ott várja a buszt a megállóba. Csí, ez a bal oldalon, ez a házikó, ez eléggé elhagyatottnak látszik. Egyszer talán ezt is felújítják, ezt a szakaszt. Na hát, mivel tulajdonképpen nem történt semmi, így a semmiről csináltam egy videót, aminek szerintem most van vége. Itt meg jobbra tőlünk egy ilyen újabb lakópark látható. Építésű házikókkal. De hát mindenkinek kívánok további minden jót és szépet, és aztán majd egyszer csak készítek még videót, ha lesz valami olyan, amiről érdemes esetleg videót készíteni. A viszontlátásra, sziasztok!